Sziasztok, sziasztok mindenkinek, sziasztok! Mai menü lecsós szelet lesz, jászmirizse. Sziasztok, sziasztok! Mi a helyzet? Sziasztok, sziasztok! Mi a... Én csak most... Sziasztok, sziasztok! Mi a... Lecsós szelet lesz. Lecsós szelet lesz. Jászmirizse. Jászmirizse. Vettem kétfajta sertéstarját. Majd ez is kell majd bele. Vettem paprikát. Vettem bele ilyen paprikát is. Itt a paradicsom is. Eddig mekkora hagymák, akkora, mint az alma, bazd meg. Na. Sziasztok, sziasztok! Én ezeket most fogom, ezt beledobálom a csapba, ugye át kell majd mosni. Milyen kis apró kis paprikák van, de kis apró paprikák. Ja, láttad mekkora azért paradicsomok? Ezek meg ilyen picike kis paprikák, azért vettem két csomag, ha már úgyis össze fog fonnyadni. Ja, én főzök. Timi az lepihent már. Szarul van. Itt a paradicsom is. Filmezek. Ész pihengetni? Hát filmezek, ja meg. Hát azt hittem olyan sokám amúgy. Két napra főzök úgy, hogy ha úgy nézzük, nem sok. Ha úgy nézzük, akkor nem sok. Ha azt nézzük, azt nézzétek mekkora hagyma. Ilyeneket lehet kapni a Lidl-be. Dék. Dék. Majdnem akkora, mint a fél fejem. Milyen nagy mi? Sziasztok, sziasztok! Lecsós szeletet csinálok jászmirizssel. Jó, mert legalább könnyen lehet pucolni amúgy az ilyen nagy hagymát amúgy. Ezt majd vissza tudjátok nézni, mert ezt fel fogom rakni a YouTube-ra. Csó!
Sziasztok! Lecsószeletet csinálok, jászmi rizsa. Mekkora hagyma, azt nézzétek. Hatalmas. Most jöttünk a Lidl, hogy itt mekkora hagyma a fiasz. Nézd. Eddig is béke volt. Ezt meg elrakjuk rosszabb napokra. Várjatok, kidobálom itt a... Nagy. Paprikákat. Paprikákat. Hagyma darabokat. Azt nézzétek, figyeljétek, mutatom a... Hol van kamera megfordítása? Itt van. Azt nézzétek. Jóó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 
meg itt van a sertés tarja. Lesz lecsó. Kamera visszafordítása. Megmosjuk itt a dolgokat. Felhúzom azért. Mindjárt mutatok nektek valamit, figyeljétek. Az időben lehet kapni utántöltős kézmosót. 650 forint. 650 forint most. Kézmosó, utántöltős. Megmosom a hagymákat. Szépen össze fogom most vágni. Elpakolok innét Máté, mert mindent ide pakolt. Előveszem a lábast. Rakunk egy kis olajat bele. Pillanat. Pici kis olajat. Ezt itt áthúzom. Lidl-be lehet kapni. Ha van otthon ez a szappannyomótok, mondom 650 forint XXL-es le van árazó, van többfajta illatba. Ugye mi ezt vettük. Lecsószeletet csinálok. És akkor szépen felvagdosom olyan szép nagyokra. Ahogy a lecsó úgy a finom, hogyha nem lecsó, az legyen lecsóna. Nem az a lényege, hogy elfőjön benne minden, hanem hogy legyen tartása. Igen, rizssel lesz, jászmír rizssel.
itt kidobom. Itt nem kell. Várjatok. Ma megint éhesek vagytok. Ti mindig éhesek vagytok, bazd meg. Nem is értem. Te ne avval foglalkozz, hogy kapkodom a levegőt, tanuljál meg főzni. Mert főzni semmelyikőtök nem. Tisztelt a kivétel. Okay. Lesz benne a paradicsom is, igen. Mindjárt mutatom is nektek, ugye megy a, ugye most belement a hagyma, erre kicsit rákeverek, ezzel nem értik meg, hogy megyek be, de megy YouTube-ra ez a videó, kicsit rákeverek. Mindenhol vegyen rajta olaj, és akkor szépen elkezdem párolni az egészet. Rá is rakom a fedőt, és akkor addig szépen össze fogom vágni ebbe. A paradicsomot első sorba. Elsősorban belevágjuk a paradicsomot. Ez úgyis össze fog szottyadni, úgyhogy bele fog menni. Csináltam már ennél kisebb lábacsba is. Ezt nem kell. És akkor én így ilyen darabokba rakom bele. Ilyen nagyobb darabokba belerakom. Sziasztok, sziasztok! Sziasztok! Én ezt nem leszem meg itt a végét. Valamikor megeszem, valamikor nem eszem meg. Itt ezt a végét. Ezt. Ezt azért vágom le. Lecsószeletet csinálok. Most párolom a hagymát.
Én is kivágom mostanában. Amúgy. Ez is megvan. Összevágtuk a paradicsomot. Ezt ide félre rakom. Hagyma az már dinszelődik, itt van. Itt a hagyma. Ez már dinszelődik. Ezeket is egy jó nagyobbba vágtam össze. Ez már dinszelődik itt. A hagyma. Ugye, itt a paradicsom, itt meg majd jönnek most a paprikák. Visszafordítom ide. Szépen megmossuk már. Paprikákat. Ezt majd a félre rakom. Szépen elkezdtem belevágni. Kettő napra főzök. Kettő napra. Lecsószelet készül, aki esetleg most csatlakozott. Gyerekek, engem ne rakjatok az irénkéhez, köszönöm. Ő nem tud főzni. Mi az a lecsószelet. Megcsom a lecsót, kiklopolom a serpés karajt,
Megsózom, megborsom, kicsit megsütöm, vagyis nem, még nem sütöm meg, hanem egy pici kis piros paprikás lisztbe beleforgatom, és úgy sütöm meg. Így van, kérget kell csinálni, így van. Meg kell teljesen megsütni. Remélem, hogy már mondtam szobra tudok neki a faszát. Szépen most ugye megvészelem a hagymát. Nem megsütöm, mint az irénke, megdínszelem. Tudjátok, ezt dínszelni kell. Nem megsütni. Sziasztok! Lecsószeletet csinálok. Jászmin rizsje. Ilyet már biztos nem csinálnak a Robiék, mama. A mólácsát! Csak nem csinálnak ők is lecsószeletet. Lehet nem is szeretik. Kiveszem ide a paprikákat. Majd nézzétek majd meg a tálalást is, majd milyen tálalást csinálok, azt is élőbe fogom csinálni, ha kész lesz. Na, ebből esznek, bazd meg. Lecsószeletet csinálok. Anyukád is rodázik. Most voltam nála. Mennyi gusztustalan ember van, gyerekek? Hát már most nem a Timi főz. Hát gyerekek, nálatok csak az létezik, hogy csak az asszony főz, vagy elmész egy étterembe, ott is férfiak szakácskodnak, nem? Nem értik meg érdekbe senkit. Igen, kikapcsolás. Férfiak jobban tudnak főzni, mint a nők, amíg elmondom nektek. És én legalábbis meg a Timi nagyon finoman főzünk. Aki evett már kajánkból, azt tudja, hogy
Hát ja, tudtok főzni. Tisztelt a kivételnek. Azért hozzáteszem, tisztelt a kivételnek. Én már ettem olyan kaját, női kaját, hogy inkább hagyjuk. Szépen megpároljuk. A hagymácskát. Azért mondtam, hogy tisztelt a kivétel. Mert vannak nőkben is olyanok, hogy inkább hagyjuk. Főzni nem tudnak, csak meg is kaját tudnak enni. Csak rendelni tudnak, nem tudnak főzni. Sziasztok, sziasztok, aki most csatlakozott. Lecsószelet lesz rizse. Én nem. Ebben most tévedésben vagy, mert én szeretek, imádok főzni, sütni. Ezt bárki, aki ismer, megkérdezhetitek, hogy én imádok sütni, főzni. Pedig nem is vagyok szakács, de egy jó pár szakácsot lekörözök. Ízekbe meg mindenhogyan. Jó, hát nem tudom így vágni a hagymát. Ez tény és való. De megszégyenesítenék egy pár szakácsot. Hát úgy veszem a levegőt, hogy kell, hogy vegyem a levegőt. Ez neked most miért probléma? Úgy veszem a levegőt, hogy én szeretném. Én gyerekkorom óta így veszem a levegőt, szuszogok. És ebben mi a probléma? Én amikor voltam 85 kiló, akkor is ugyanígy vettem a levegőt. A bátyám az 70 kiló, az ugyanígy veszi a levegőt. Milyen szuszogósok vagyunk. Hát most tényleg viccen kívül, bátyám is így veszi a levegőt. Karajbó. Karajbót csinálom. Családi öröklés. Látjátok? Pont tele lett. És nem is sok. Amúgy. Sziasztok, sziasztok! Hogy nem YouTube-on vagy? Hát majd ezt a live-ot majd le fogom tölteni, és akkor fölrakom a YouTube-ra. YouTube-ra, nem YouTube. YouTube. Elpakolok.
takarítuk. Pillanat. Annyi, hogy én ezt most ide lerakom, ezt így, amikor klaffolom a húst, ne legyen akkora hangja. Vágj ezt? Ne legyen akkora hangja neki. Húsi-musi! Húsi-musi! Ezt is tudom. És akkor most ezt el fogom kezdeni. Kiklofóni. Fogok egy zocsit. Szépen meg van mosva. Köszönöm a szót, elfelejtettem volna. Ugye egy kis tompítót raktam rá. Ugye ez nem rántott hús lesz. Azért kell egy kis tartásnak lennie. Ezt most szépen fogom. Borsózni, sózni. Elég csak az egyik felét amúgy borsózni. Sziasztok, sziasztok!
Sziasztok! Lecsószelet lesz. Jászmin rizse. Szóbb le a faszomat. És akkor ezt fogom majd, és egy picik is lisztes paprikás lisztbe fogom kicsit belemártani, és úgy csinálok egy kérget rá. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok mindenkinek! Nem vízbe, paprikás lisztbe. Nem paprikás vízbe, paprikás lisztbe. Rosszul hallottad. Ugye nem rántott hús lesz, hanem lecsószelet. Na, mutatom is nektek, jó? Na, biztos jól megsóztad. Szépen megvan párolva a hagyma. Látjátok. Megy bele a paprika. Ide bele. Szépen most rákeverek. És akkor ez is szépen hagy párologjon, de én lehet még már rá is nyomom a
paradicsomot. Pösgöl szépen. Hogy párolódjon. Visszafordítom a kamerát. Így. Ide betámasztolok. Átrakom a hátsóra. Ide átrakom a hátsóra. Itt meg szépen meg fogom csinálni a köszönöm. Majd a... Annyi, hogy ezt elmondom. Elmosom az egyiket. Elmosom a másikat. Oké. És most fogom, pillanat, fogom a piros paprika. Fogom ezt a kis tálat. Remélem van lisztből. Van finom liszt. Öntünk egy keveset bele. Öntünk addig olajat. Takarékra. Ebbe öntünk egy kicsi piros paprikát, és ezt jól fogom. És összekeverem. Összekevertem, ebbe fogom a húsikat szépen belemártogatni. Így. És így fogom egy kicsit megsütni. Lecsószelet lesz. Hát mert ezt így kell, bazd meg. Szerintem menjetek el, azt tanuljatok meg főzni, bazd meg, mert főzni se tudtok, mondom. Esküszöm, főzni nem tudtok. Ezt így kell. Basz. Nekem akarjátok megmondani, hogy kell főzni. Basz. Hát én tudok. Miért ne tudnak? Kezemet. Itt vannak a húsok. Szépen. Próbálom úgy csinálni, hogy jó legyen.
ugye ezt elmostam, hát ebbe fogom belerakni. Szépen most adunk egy csak ilyen finoman adunk majd neki egy ilyen kis kérget, csak kicsit takarékon volt, de nem baj, nem az számít. Itt elrakulok. És adunk egy ilyen kis kérget neki. Nyitok egy kis ablakot. Már van rajta só, minden van rajta. Bors, só, minden van már rajta. Csak adunk egy ilyen kis kérget neki. Én annyira utálom ezt a csipesz, gyerekek. Én nem szeretem, ezt viszont megfelelően. Én mindig szeretem az ilyen hagyományos. Amikor villával csinálom. Én azt sem tudom, kitaláltak, hogy lesz a szar. Én szeretem villával csinálni, régi módiasan. Ebbe bele fogom pakolni. Azért mondom, hogy villával. Én villával jobban szeretem csinálni. Jobban meg tudom. Pörgetni a dolgokat. Ilyen lecsószeletet? Én lecsószeletet csinálok. Jászmirizssel. Na ugye ezt még úgyis bele kell majd főzni majd a lecsóba. Azért mondom, csak egy ilyen kis kérget kell neki adni, nem kell teljesen megsütni, gyerekek. Ez nem az a lényeg, hogy megsütsétek, hanem csak egy ilyen kis kérget kell csinálni rá a szennyelmét. Most jártok. Én kis kérget kell csak rá csinálni. Még korlátozott, nem is értem.
Köszönöm. Lecsóra rákeverek egyet. Hú, már most milyen jó az illata, az még meg sincsen, ezért fűszerezve a gyerekek. Szépen kiengedi magától a levet, gyerekek. Én magamtól tanultam megfőzni, az élet, családtagok, barátok, ismerősök, soki sajátítottam. Nem vagyok szakács, az a barátom a szakács. Épp hogy csak ilyen kis finom kis kérget kell csinálni a húsinak. Megvan. Ide szépen kiszedem. Már csak ez a kettő van, azt ugye ezt külön kell rakni, ugye. Lecsó, az hagy menjen. Ja, két napra főzök. Vettem ilyen jászmirigyzt az időbe, mert ugye a lecsó szelethez csak kimondottan jázmérés. Csak kimondottan jázmérés. Szabad. Nem azt, amit mi szoktuk, azt a pergetős. A jázmérésnek van egy ilyen kis tapadása, és ugye azért szokták a jázmérésgel felszolgálni, ugye a lecsó szeletet. Nem fog leírni, ne is búja. Ennek kell egy kis kérget csinálni. Nem fog leírni, ne is búja. Ez ilyen lesz. Ilyet még a Molnár Rubiék se tudnak csinálni. Sziasztok, sziasztok! Lecsóba, milyen fűszereket teszel? Só, bors, piros paprika, ennyi. Semmi több az.
Semmi többet. Visszarakom ide, hátsót lezárom, ezért mondom, már kész van a húsi, már csak a lecsó van. Ez a sima só, borsz, piros paprika, ennyi. Gyorsan letakarítok. Majd mutatom majd a tálalást is. Majd ha már kész leszek minden, de az egy következő live lesz, mert még a rizst is meg kell csinálnom. Ezt meg kell megcsinálnom a rizst. Addig beszélgessünk egy picit. Mondjatok valamit, és elhozlak titeket. Sziasztok, sziasztok! Na most már figyelem a kommenteket. Nem rakok bele lecsó kolbászt. Ez lecsó szelet. Tudom, láttam, hogy valaki szokott kolbászt is belerakni, meg szalonnát, én nem rakok bele. Kedves hugóim, most per pillanat lecsószeletet készítek jászmin rizssel. Két napra. Imádok. Nem Edina, nincsen szakács végzettségem se, cukrász, de megsütök, megfőzök bármit. Hát veszem folyamatosan a levegőt. Ah, gyorsan kell az oxigén palack. Tarhonyával is jó, de én rizsel csinálom. És majd mutatom majd a tálalást is, mert én úgy akarom a tálalást csinálni, hogy ebbe fogom csinálni a tálalást. Ebbe belenyomkodom a rizst és akkor felhúzom. Lesz egy ilyen kocka alakú, vagy csináljam a karikába. Melyikkel csináljam a rizst majd? A kockával csináljam, vagy a karikával? Karika, jó. Akkor úgy lesz a karika. Akkor egy karikával csinálom, vagy kettővel csinálom. Nem akarok ilyen izét csinálni. Max így elcsúsztatom. Max így elcsúsztatom az egészet, így. Így. Ja, lehet az lesz. Így elcsúsztatom. Köszönöm szépen. Mikor lesz kész? Hát most a hús már kész van. Már csak a lecsónak kell egy kicsit megfonnyadnia, és akkor rakok bele só, bors, piros paprika. Ugye megfűszerezem, megízesítem azt, akkor utána belepakolom a húsokat.
hogy ott is egy kicsit hagy följön, és akkor közben a rizs föl kéne raknom, gyerekek. Elindítom a hátsót, és szépen meg fogom egy picit pirítani a rizst, nem nagyon, csak egy picit. Picit meg fogom a rizst pirítani. Itt a finom jázmér is. Szépen. Én bögrével szoktam kimérni. Bezáró is van itt rajta. Én ezt úgy szoktam, hogy én ezt kimérem. Itt van egy. Hát ja, majdnem kettő bögre. Majdnem kettő bögre is. Annyit szoktam amúgy csinálni általában. És akkor majd megy bele négy bögre víz. Én most egy kicsit ugye megpirítom. Kicsit megpirítom a rizst. Nem mosod meg a rizs? Nem. Én nem szoktam megmosni. Abba is elmegy az idő. De hogy mosom? Erős paprikát nem rakok bele, mert a Timi nem szeret az erőset. Azt majd külön fogom belerakni magamnak, és majd vágok rá. Lecsó szeletet csinálok jázmér rizsje. Kicsit megpirítom a rizst. Ezben meg lesz majd egy kicsit pirítva. Nem kell barnára pirítani. Amikor már így már, mint a patogatott kukorica, tudjátok, amikor látod, majd egy kicsit nyílik szét. Akkor megy bele kettő bögre víz. Most elnézést, négy. Keverek. Kicsit azt elvékúzom, ezt is. Annyi, hogy én már most rakok be sót.
mosogok bele egy kis hót. Rákeverek. Így. Ez szépen le kell, hogy följön a víznek. És nem kell nagy lángon, csak ilyen finoman. Csak ilyen finoman. Szép lassan följön le az az egész víz. Erre is már lassan rakom rá a fűszereket. Megy rá egy kis fekete bors. Kicsi fekete bors. Só. És piros paprika. Szépen összekeverem. Látjátok, én mondtam, hogy elfér a lábasba, a gyerekeket nem egyszer csináltam már. Múltkor ettünk lent izéba, Tihanyba gyerekek, ilyen lecsószeletet, íze nem volt. Az nagy elittétterem volt. Ez a kemény. Ennyi gyerekek. De hogy sok, gyerekek. Csak ti látjátok soknak, hát én folyamatosan kóstolgatom. Úristenem. De inkább ti ne magyarázzatok, mert még főzni se tudtok. Nekem akarjátok megmondani, hogy hogy kell főzni, gyerekek. Egy jó lecsóba nem kell törött paprika. Nem kell bele piros paprika, egy jó lecsóba. Akkor a pörköltbe se rakjál piros paprikát. Pörköltbe se rakjál piros paprikát. Ja, hát mostanában majd följövök ide főzni, sütni. Persze. Nem lesz sós, ne izguljatok. Én folyamatosan kóstolgatom, gyerekek. Tudom, hogy mennyi az annyi, ne izguljatok. Lecsónak legyen íze, gyerekek. Perfektó, gyerekek. Perfektó. Mindjárt mutatom is. Csípőset azt külön rakok, mert
Timi nem szereti az erősebb. És akkor majd ebbe fog majd belemenni a húsi. A rizs már oda fölraktam. Majd a kész lesz, majd akkor lesz a... Ha jó. Vizs is föl. Oké. Majd mutatom a tálalást majd. Úgy fogom kitálalni, hogy akkor megcsinom a karikával a rizst lapos tányérra. Kiszedek egy két szelet húst, rárakom a lecsót, vettem, mindjárt mondom nektek, vettem 25%-os tejfölt, azt is rakok rá a tetejére, és akkor ilyen srégen elvágom az erős paprikát, és akkor így rárakom. Meglátjátok. Max a rizsre egy pici kis ízét rakok, egy kis petrezselymet, vagy egy kis majorannát, azt jó, ja, meglátjátok. Nem rakok bele tojást. Nem mondom, ezt lehetne még fokozni bármivel. De már nem akarom fokozni. Nem rakok bele mozzarellát. De szokott főzni. Mennyi füstölt szalonnát mutassak? Mennyi füstölt házi szalonnát? Itt a virsli is. Mit mutassak még? Rakjak bele egy debreceni kolbászt? Hogy mi? Akkor nincs is. Na miért nincs? Úristen! Nem engedek be senkit. Magamtól tanultam meg. Hát ennyi. Így van. Azért csináltam a hús, gyerekek. Gyerekek, ez perfektó. Ez perfektó. Ez ilyen. Imádok főzni. Főzni, sütni. Ez nem lesz sok. Két napra főzök. Lecsó szeletet csinálok, a rizs az itt föl, a lecsó itt van. Ugye vettem húsit, ki lett klofóva, be lett sózva, borsózva, és ilyen paprikás lisztbe bele lett mártogatva, és úgy csináltam egy kérget neki. És ami megy bele majd a lecsóba nem sokára. Kicsit lejjebb vesszük, mivel csak épp, hogy rottyonjon. És szépen belerakom a húsokat. Na, gyere le!
Így ne. Én belemutom ezt a kis levét is. Ugye próbálom úgy csinálni, hogy nehogy megtörjön a hús. Gyerekek. Ez perfektó. Hát ennyi. Aki tud, az tud. Na. Aki meg nem, az kritizál. Na, úgyhogy ez megföl, és akkor jövök a tálalással, meg a kajálással, jó? Pacsi nektek, sziasztok! Jó van már. Sziasztok, sziasztok! Itt is vagyok. Sziasztok, sziasztok, itt is vagyok már. Mindjárt kész van. Percek kérdése. Azt akkor mutatom is a tálalást. Sziasztok, sziasztok. Mindjárt kész van már a kaja. Mindjárt kész van, sziasztok, sziasztok, sziasztok! Mindjárt mutatom a kaját, gyerekek! Mutatom a tálalást! Kicsit ide hátrébb is rakom, jó? Szia, Niki! Mindjárt mutatom a tálalást! Akkor a karikával csináljam, vagy a kockával? Melyikkel csináljam akkor? Karika vagy a kocka? Karika, jó. Itt a karika, gyerekek. Ide rakom. Menj a helyedre, légy szíves, Májlókám. Normális tálalást akarok csinálni. Normális tálalást szeretnék csinálni. Ide a kicsikét rakom.
Ezért szeretem a ez a jázmirist, mert sokkal jobban lehet megfogni. Jászmirist. Kész van a lecsó is. Akkor szépen kiveszem a húsit. Ide rakom a húst. Belecsipögtettem, mert nem akarom összebaszni a tányért. Akkor szépen ide rárakom a lecsót, látjátok? Ide szépen rárakom a lecsó. Mosakom rá a tejpot. Az jó 25%-os. Amikor ez megvan, a rizsre szórok egy kicsi kis majorannát, ígni, én meg ide is rakok egy picit, így. Fogom az erős paprikát, akkor szépen voilà. És kész is a tálalás. De mindjárt mutatom is nektek, jó? Várjatok. Lecsószelet. És kész is van a tálalás. Aki azt mondja, hogy ez szar, vagy moslék, bármi. Kész a lecsószelet.
kész húszalat. Mindenkinek jó étvágyat. Azaz, jó kis kóla hozzá. Így van, lecsósza lett. Ilyen lett. De aki most csatlakozott, annak mutatom, jó? Kész lett a lecsósza lett. Itt van. Jó kis tejfő rajta. Ott van alatta a húsi. Ugye megformáltam a rizst, egy kis majoronnával megszórtam, erős paprika. Most itt nem az számít, most csak nektek csináltam a tálalást, ne izguljatok. Ilyen lett a lecsószeletem. Na akkor kóstoljuk, hogy milyen lett. Megkóstoljuk, milyen lett, gyerekek, jó? Megnézzük, milyen lett a lecsószeletem. Megkóstoljuk a húsit. Rendes puha. Ez olyan, ami ennek kell, hogy legyen. Na, látjátok? Egy étterembe így kell kihozni a vendégnek a kaját. És úgy, hogy legyen íze is, jó? Köszönöm. Köszönöm. Küldik most ebbe gyógyszert, fáj a feje. Fáj a feje neki. Lecsószeretet. Ilyet nem kap ki kutyám. Perfecto. Persze, ő is szokott főzni. Ez a mindkettő. Köszönöm.
okosan. Köszönöm, köszönöm. Hát, hogy vissza tudjátok nézni a YouTube csatornán, hogyan főztem a tálalást. Mindent vissza tudtok majd nézni majd. És hogyan készült a lecsószelet. Stb. Úgy írd be kisen át, hogy Loka Pantera. És ott vissza tudod nézni, ott van fönt, hogy videó, meg élő. Ugye ezt, amit én most az előbb élőztem, meg ezt az élőt, és le fogom tölteni, egy videó formátumban töltöm fel a YouTube-ra, úgyhogy vissza tudod nézni. De nézzék körbe a csatornánkon, mert nagyon sok főzős videó van, főzős live van, vicces live-ok vannak, vicces videók vannak, úgyhogy nézz vissza, kedves Renáta, és iratkozzál fel. Ott ilyen két naponta szoktunk élőzni. Már általában ott szoktunk főzni, a YouTube csatornán. De most itt főztem. Köszönöm. Helyt a csípős. Helyt van. Helyt a csípős. Azt teszem mellé. Köszönöm. Mondta, hogy nagyon finom lett, gyerekek. Jaj. Rendes puha a hús. Ha lettünk Tihanyba étterembe, rendes ágos volt a hús. Ezt megnézzétek meg. Tudok, hát. Köszönöm. Így van. Rajta tejföl a tetején.
Val. Majdnem kikaptam, gyerekek, annyira megforrászta a nyelvem. Hiába tudok. Mondom, szakásnak kellett volna mennem. Benzéske gyerekek, kifőzdéhez. Van. Itt ülök. Ez az étkező. Nézd meg, Lánka. Nézd meg. Kény bugyogó. Ilyen bugyogó. Mennyit tudsz el? Nem sokat. Esett. Ez perfektó volt, gyerekek. Előveszed az én fagyimat is. Köszi. Tudjátok, a banános fagyi. Pedig lemaradtál, jó kajáról most, Aliz. De vissza tudod nézni a YouTube csatornán ma. Köszönöm. Nem. De sokat fájna a fülem. Most nem eszik. De esett amúgy. Kornél lemaradtá. Lemaradtá.
Szia! Lemaradtál, hallod? Megláttad volna? Olyan lecsószeletet csináltam jászmirizssel, olyan tálalást csináltam Kornél, hogy azt mondtad volna, ilyen nincsen. Na, majd átküldöm. Nagyon banános. Megnézzük, milyen íze van a banános fagyinak, meg a kólának. Mit szóltok hozzá? Megkóstoljuk, milyen. Kicsit furcsa. Nem úgy jó. Amúgy jó. Most nem esik. Nincsen kedvenc kajam. Finom legyen, az kész. Ilyen palit sose lesz, Szandra. Ilyen csávó sose lesz, mint én. Ilyenről ne is álmodja. Bolondok Kornél, hát én mondtam. De most is nézik a live-ot. Tudja, hogy nézik. Azt veszik föl. Én ezért szóltam nekik tegnap a fejezzékbe, mert egy idő után már szemet fog szúrni az embereknek. Hogy most már nem csak a normális, a normáltalan embereknek is már sértő, amit csinálnak amúgy. De nem baj, hagyd csinálják Kornél. Saját magukat égetik. És ha mondta a Joby, hogy 2 milliót kértél tőle, ki én. Nem kértem senkitől semmit. Mondom, valaki összekever. Az is bolond. A szakál, Miki. Nem 2 milliót, 1 milliót mondtam neki, hát gyerekek, hát annál olcsóban nem adom a linket. Én felhúztam, megkérdeztem tőle, hogy esetleg érdekli-e, azt mondta nem, ennyi volt a beszélgetés. Ennyi volt a beszélgetés. Ilyen linkje nem is lesz soha, csak ha megvette volna. Hogy pár ember már megvette.
De nem 2 millióról, azért néztem, mondom, milyen 2 millió. Én 1 milliót mondtam neki, nem 2-t. Azért mondtam, valakivel összekever. De amúgy tudjátok, mit nem értek? Hogy privát dolgokat miért mondd el? Na most érted? Értitek? Most ha én most valakivel beszélgetek Messengeren privátba, akkor az most nyilvánosságra hozza. Úristenem, kik ezek az emberek? Ja, hogy már ez megy a TikTokon. Kövessétek be a Pikulit. Minél többen. Kornét kövessétek be, minél többen. Hettem már. Lemaradtam, kiről volt szó. Szakál Miki. Ez a Joby, ez a darás fajzat, vagy ki ez. Köszönöm. Köszönöm, Kornél. Na, ez jó is esett. Na, úgyhogy össze tudjátok nézni ezt a YouTube csatornán, meg az előzőt is. Nem megyek a való világba. Pacsi mindenkinek, aki esetleg még nem iratkozott fel a YouTube csatornánkra, írjátok be, hogy Loka Pantera, és ott vissza tudjátok nézni az összes videónkat, élőinket, mindent. Ja, elvertek minket. Mondtad, hogy Pacsi mindenkinek, téged meghívlak. Sziasztok!